Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi van vele? Ezt kérdezzük meg ennél a jóslásnál. Ehhez jön gyertyamágia. Itt szerelemről van szó, ezért a piros színű gyertyát választottam, hiszen ez szimbolizálja a szeretetet és a szerelmet. A videó végén átküldöm a gyertya energiáját, és ha ebben a pillanatban eszedbe jut egy szó, akkor ennek van egy különleges jelentősége számodra. Itt látható ez a férfi. Ez utal a férfiakra, vagy ha te egy hölgy vagy, akkor ez a férfi a te lelki társad. Ő a középpontban áll, és számára fontos, hogy mások észrevegyék őt, hogy megkapja az elismerést. Itt a gyermekek utalhatnak ugyan a gyermekekre is, de szimbolizálnak egy új irányt, vagy egy új kezdetet. Tényleg itt mozgásba jön ez a férfi, de előtte itt van még ez a nagy hegy, és nem tudja, hogy mi van a hegy mögött. Tehát valami még olyan bizonytalan, vagy átláthatatlan, de ahogy a képen látjuk, ő elkerüli ezt a hegyet, elkerüli a gondokat, a problémákat, a nézeteltéréseket. És hova igyekszik? Ő el akarja érni ezt a fát. Ennek egy szimbolikus jelentése van, mégpedig arra utal, hogy el akarja érni a céljait, ahol le tud gyökerezni. Ez lehet a hivatása, ez lehet a lakhely, ez lehet a párkapcsolat is, hogy keresi a biztonság érzetét. Nem akar utána ő már változtatni, hiszen akkor azt mondaná, én itt maradok, itt le tudok gyökerezni. Itt döntésekről lesz szó, hiszen eléri az élet útján ezt a kereszteződést, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. A gyerekek jelenthetnek egy új irányt, egy új kezdetet, és megvan nála a bizalom, hiszen látható itt a jövő, ez az út, ez lehet egy közös életút is, ahol minden kivirágzik, sikerei lesznek, és a csillagok szerencsét hoznak. A csillagok jelentik azt is, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, jelentik a bizalmat is, hiszen hisz abban, hogy a sors utatok kereszteződött, ez a találkozás nem volt véletlen, és minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. És a hajó jelenti ehhez a reményt. Ez a kártya azt is jelentheti, hogy tervez veled egy közös nyaralást, vagy egy közös életutat. Mielőtt döntéseket hoz, mielőtt lesz még itt egy új irány, egy új kezdet, azért figyelembe veszi a hegyet, ami jelenti a problémákat, és itt szeretne valamit tisztázni. Ez látható itt. A lilium virág utalhat a tisztaságra, vagy hogy ő rendezni akarja a dolgokat. Ami kettőtöket illet, itt látható a szerelem, és így közeledik hozzád. Itt tisztázódik valami, lesz egy közös életút, találkozni fogtok. Itt van hozzá a remény, egy új kezdet, elkerüli a problémákat, és nálad le tud gyökerezni. És ez volt a jóslás, most pedig átküldöm a piros színű gyertyának a szerelmi energiáját. Ha most eszedbe jut egy szó, akkor annak van egy jelentősége, ezt leírhatod a kommentárban.
Köszönöm szépen, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!